Üdvözlöm a kedves pácienseinket. Én Schwab Riad doktor vagyok, az Affideo endoszkópos orvosa, és a biofilm vastagbélrák megelőző kampányunk kapcsán centrumunkba érkező kérdésekre szeretnék részben választ adni. Ebben a kis rövid videóban a polipokról lesz szó. A kérdés az az, hogy a polipokat mindig el kellett távolítani, másrészt az, hogy a vastagbélrák és a polipok kialakulása milyen mértékben függ össze. Talán a második kérdéssel kezdem. Az utolsó pár év nagy tudományos vívmánya az volt, hogy a biofilm képződés és a kóros baktériumok dúsulása a vastagbél különböző területein összefügg olyan onkogenikus, tehát daganatot okozó tényezők dúsulásával és fokozott kockázatú megjelenésével, ami polip képződéshez vezet. De először ezt kell tudnunk, hogy mit is jelent a polip. A polip az a jóindulatú daganat, amikor a hámszövet inadekvát módon kezd el szaporodni, de még a szöveti határokat tiszteletben tartja. Ez azt jelenti, hogy egy szemölszerű elváltozás alakul ki, ami a mélybe, a kötőszövetbe még nem tör be, nem ad áttéteket, nem mutat invazív tulajdonságot, de van egy olyan kóros növekedési szignál, ami előrevetíti azt, hogyha egy további genetikai sérülés bekövetkezik itt a polip növekedése kapcsán, akkor abból daganat lehet. Itt a következő kérdés az az, hogy ugye minden polipból lesz a daganat. A válasz az az, hogy nem, de nagyon-nagyon sok féle polipból igen, és a polipok döntő többségéből igen. Például a gyomorban látható polipok, ami főleg protonpupa gátló szedéssel függ össze, ezt úgy is hívják orvosi bonyolult szaknyelven, hogy fundus mirigy hiperplázia. Ezekből a polipszerű elváltozásokból jellemzően ma azt gondoljuk, hogy nem lesz vastagbél, vagy nem lesz gyomordaganat. Nem lehet pontosan tudni azt, hogy ezeknek mi a kóroki jelentősége egyébként a szervezetben. Én azt gondolom, ez ugye nem mirigyhámból kiinduló szövetszaporulat, talán ez mutatja azt, hogy kevésbé hajlamosak vastagbélrák, vagy egyáltalán gyomordaganat kialakítására, de én azt gondolom, hogy egy fokozott kockázati tényezőt mutat, hogy ott egyébként a nyálkártya felszíne kóros növekedést és osztódást mutat, tehát ezért én azt gondolom, hogy fokozott mértékben kell foglalkozni, és ezeknek a polipoknak a képződését is, vagy ennek az állapotnak a súlyosbodását is kontrollálnunk kellene. Sokkal fontosabbak a vastag beletérintő polipok, itt a gyulladásos, az úgynevezett mirigyhámból kiinduló adenomatózus és a súlyosabb, már a korai rák stádiumát mutató előreadottabb polipok leírása, hát már évtizedekkel ezelőtt megtörtént. Itt mind a szövettan, mind a molekuláris genetikai elváltozások egymást követő szekvenciája, tehát időrendi sorrendje elég pontosan ismert, tehát gyakorlatilag annak ellenére, hogy még egy gyulladásos polip az nem egy közvetlen daganat kockázat, az elég pontosan tudjuk, hogy előbb vagy utóbb azok a kóroki tényezők, és itt a biofilm szerepét szeretném aláhúzni, ami a gyulladásos polip kialakulásához vezetett, csak idő kérdése, hogy újabb olyan genetikai sérüléseket szerezzen ott helyben a hámszövet, nem független az ott dúsuló kórokozók által indukált, okozott mutációkat eredményező gyulladást, ezt úgy is hívjuk, hogy mutagén gyulladás, vagy onkogenikus mikroklíma. Tehát nagyon fontos ezekkel foglalkoznunk, és nem csak eltávolítanunk kell őket, hanem igazából a visszatérésüket kell megelőzni. Ide szeretnék visszautalni, van nagyon sok az oldalunkon elérhető ezzel kapcsolatos információ. A mai tudásunk szerint a polip eltávolítása mellett a visszatérésének a megelőzése, a recidíva megelőzése a legfontosabb feladatunk, és ebből a szempontból nem csak rendszeres kolonoszkópiákra van szükség, hanem amire nemzetközi irányelvek vannak, hogy az adott megtalált polip stádium, illetve a családi halmozódás, életkörülmények által definiált rendszeres szűrésen kívül mit tudunk tenni azért, hogy ezek a polipok ne jelentkezzenek többet. Remélem, hogy sikerült elmagyaráznom részletesen, és várjuk további kérdéseiket, és természetesen ezekre ilyen formában megpróbálok rendszeresen válaszolni, és kérem, mindenki azt szeretném javasolni, hogy a vastagbélrák szűrésre gondoljanak. Az alapadatokat elmondanám, korábban 50 éves korban javasoltuk ezt tünetmentes embereknél, miután nagyon jelentősen előrébb
húzódott, hogy úgy mondjam, a vastagbélrák kialakulásának a gyakorisága, ezért ma már a nemzetközi ajánlások ezt 45 évre teszik, tehát 45 év fölött szükséges vagy ajánlott tünetmentes embereken a vastagbélrák szűrés. Ha vannak tünetek, ami nyilvánvalóan összefügghet egy sokkal korábbi terhelt életmód, családi háttér, stb. Miatti biofilm kialakulása, akkor a mi gyakorlatunkban milyen 30 éves kor fölött javasoljuk azt, hogy történjen meg a rák megelőző állapotok, illetve ennek a kóros biofilmnek a kimutatása, és javasoljunk arra életmód tényezőket, hogy ezek ne ismétlődjenek. Várjuk Önöket sok szeretettel!